Sziasztok! Ma egy Mikrotik SATO eszközt hoztunk el, ami tovább növelte az LTE eszközöknek a várható teljesítményét. Nézzük meg, mit rejt a doboz. Ez a SATO 5G AX-es beltéri eszköz. Csomagolásnál már feltűnik egyből, hogy az eszköz két darab antennát tartalmaz csak, ami nem teljesen így igaz, ugyanis, hogy biztos elférjen a dobozba, két antennát úgy alakították ki, hogy utólag felszerelhető legyen. És így már tényleg látható rajta a négy antenna, és az eszköz így már majdnem hasonlít a Satobaleni kastélyhoz, aminek szintén négy tornya van. Nézzük meg, mit tud az eszköz, miben módosult az előzőekhez képest. Elsőleg is biztos külsőleg lehetett látni, hogy az előző eszközökön kettő antennával, illetve antennélküli kivitelbe szerepeltek a SATO LTE 5G, illetve az LTE 12-es megoldások. Ezen már négy antenna van. Mi ennek az oka, Zsombor? Hát ennek többek között az is az oka, hogy a Mikrotik portfóliójában most kapjuk meg a legnagyobb teljesítményű LTE rádiót, ami 5G-s is, szóval igazából ez egy hatodik generációs 5G-s megoldás. Ez négy darab antennával rendelkezik, kettő van integrálva az eszközbe, és kapunk pluszba két külső LTE 5G antennát. Miért rakták rá ezeket az antennákat? Hát többek között azért, mert itt már 4x4-es linket kapunk a LTE 5G rádióhoz. Ez részben a MIMO-hoz és a Carrier Aggregation-hez is jól jön. Hát a adatlap szerint ezzel nagyon-nagyon nagy LTE sebességet is elérhetünk. Elvileg ez már az 5 gigabites kategória, ami azt akarja, hogy downlinkben 4,2 gigabitre képes az eszköz az 5G-nek a sub 6 gigahertz-es tartományában, valamint uplinkben ilyen 900 megabitet is tudhat. Már mondjuk több, mint valószínű, hogy ez a gyakorlatban nem fog megvalósulni, mert... Ha bírják a bázisok ezt a terhelést. Igen. Ha bírják, akkor úgy tűnik, hogy a Mikrotik azt felvállalt, hogy ő ezt a CAT20-as rádiójával ezt meg tudja lépni, hogy a link aggregation-nel akkora sebességet tud produkálni, amekkorát az ügyfelek álmodnak. Igen. A bázis oldalról megnézzük, hogy a szolgáltatók ezt akarják-e, és tudják-e biztosítani. Hát igazából mondhatjuk azt, hogy minden bandben szinte a legnagyobb teljesítményt ez az eszköz tudja a Mikrotik portfóliójában, mert a nem 5G, hanem a sima LTE-ben is ez egy 20-as kategóriájú rádió, abban is elvileg elérhető a teoretikus 2 gigabites downlink, meg a 200 megabites uplink, szóval tényleg egy komoly ilyen LTE 5G-s eszközt kapunk vele. Nézzük meg, hogy mi egyébbe módosították, vagy javítottak ezen az eszközön a előzőekhez képest. Ugye négy antennáról beszéltünk, vannak a LAN portok, és hála Istennek ezen az eszközön úgy véltük felfedezni, hogy van egy 2,5G-s LAN port is. Igen, hát mondjuk ez a LTE 5G-s teljesítményhez azért már dukált egy combosabb port is, hogy megkapjuk a 2,5G-s portot az 1-es porton, emellett még kapunk 4 darab gigabites portot. Szinte amúgy igazából a szokásos SATO csomagot kapjuk. Bár mondjuk Bellbatch-ben inkább a CAP AX-re hasonlít, de ugyanazt a UPQ6010-es processzort kapjuk 1 gigabit RAM-mal, meg 128 megabit NAND-dal, és ugyanúgy a 5052-es és 5054-es kiegészítő chipet. Ez 2x2-es 2.4-ben és 5 GHz-en is. Kapjuk a szokásos Mikrotikes AX1800-as sebességkategóriát, ugye ez a 2.4-574 megabit és 5G-n 1200 megabites sebességet jelenti.
És van rajta még, jól láttam, egy USB port, amit ezek után nem külső LTE eszköz használatára tervezte a Mikrotik. Gondolom egy logolásra a nagy processzor mellett, vagy egy egyéb telepített szoftver futatására. Igen, hát végül is használhatjuk logolásra, vagy milyen lokális storage-nak, bár szerintem ez most kivételesen csak USB 2-t kapunk vele, vagy ami azért egy kicsit rosszabb mondjuk az előző SATA-hoz képest, hogy akkor kapjuk a teljes értékű USB 3 portot, mivel több, mint valószínű, hogy most ebben az esetben a modemnek az átviteli teljesítménye miatt nem USB-n van összecsatolva, hanem PCI Express porton, a chipnek a PCI Express portján. De amúgy ezen kívül szinte a szokásos SATA csomagot kapjuk, külsőben nincs sok eltérés. Ugye majd a mód gomb, a reset gomb. Már mondjuk most kivételesen megkaptuk mind a három gombot, ugye van egy VPS gomb. VPS gombunk is, igen. És úgy látom, hogy még vannak applikációk a egyéb antenna kivezetésre? Hát igen, lehetséges, hogy van provisioning arra, hogy más antennák is felkerülhessenek az eszközre, de ugye a SATA-kban ez nem nagyon van implementálva, mivel nem lehet a házat szétbontani. Szóval mindig azokra az antennákra van lehetőségünk, ami kivezetéssel rendelkezik. Tehát egy piacra került egy nagy teljesményű router, ami gigantikus teljesményű LTE szolgáltatásra is képes, amennyiben a szolgáltatók ezt hagyják és bírják, és aránylag egész jól megtervezve, nem találtunk így első ránézésre benne olyan hibát, amit mi hiányolnánk. Talán csak az USB. Igen, talán csak az USB. 2.0-as verziójának a régiségét és a elavultságát jegyeznénk meg. Valószínűleg egy nagyon jó eszköz lesz. Tehát az eszköz elérhető raktáról. Vegyétek, használjátok, terheljétek le az LTE szolgáltatót, nézzétek meg, hogy ténylegesen mit lehet vele elérni. Reméltelek közeljövőbe tényleges tesztadatokat is megpróbálunk majd vele felmutatni. Sziasztok! Sziasztok!